Derültékből villámcsapásként érte a magyar szurkolókat Kővágó Zoltán doppingvédség miatti 2 éves eltiltása. A 33 éves olimpiai ezüstérmes diszkoszvetőt korábban felmentette a közel 1 évvel ezelőtti eset kivizsgálása után a magyar antidopping panel. Ezt a döntést fellebezte meg a Nemzetközi Atlétikai Szövetség a lozani sportdöntőbíróságnál, ahol megdöbbentő és a mai napig érthetetlen határozat született. Tárgyalás 24-én volt az utolsó Lozánban, és akkor azt követő napon este küldtek egy indoklás nélküli döntést a sportdöntőbíróságra, hogy 2 évre eltiltanak a versenyzéstől. Ez egy elég komoly tárgyalás volt, tehát ahhoz képest, hogy tényleg egy napos volt, számtalan bizonyítékot lehetett felsorakoztatni. Azt hiszem, nagyon jól sikerült, tehát minden, amit lehetett ebben az ügyben, az a terítékre került, és egyértelmű volt. Tehát akik bent voltak a tárgyalóteremben, végignézték akár melyik oldalról. Annyira egy oldalon kijött az, hogy kinek van igaza, és ki hogy mit tud bizonyítani. Ennek ellenére született teljesen érthetetlen döntés. Térjünk vissza egy kicsit az időben, hiszen nagyon sokan nem ismerik az egész történetet az elejétől, ahonnan voltak éppen elindult. Ez még tavaly, tehát 2011. augusztusára nyúlik vissza. Én egy eléggé ellenőrzött atléta vagyok, nagyon sok tesztem van az idén, ebben a szezonban már körülbelül 20-nál járok. Ez nem volt így másképp tavaly sem, és volt egy alkalom, amikor egy doping ellenőr azt állította, hogy én megtagadtam egy vizsgálatot. Előre bocsátanám, hogy belekényszerítik az embert egy hazugságba. Tehát az, hogy mindenki mondja meg azt, hogy az elkövetkezendő 3 hónapját hol fogja tölteni percre pontosan, azt azért, hogy elég nehéz meghatározni. Én alapvetően 3 helyszínt szoktam megadni, az egyik a lakásom, a másik a súlyemelőterem, ahol erősítő edzések vannak, a harmadik pedig a dobó edzéseket végzem, még néha egy pár alkalommal erősítést, és egyébként ez a munkahelyem. És itt voltam egész nap. És át kellett mennem a súlyemelőterembe, egy körülbelül 3 perces vagy 2 perces dolgom volt magamhoz venni egy pár sportfelszerelést. És a doping ellenőr, mint utóbb kiderült, ebben a súlyemelőteremben belül tartózkodott, ahová én csak a bejáratig mentem. És valószínűleg úgy élhette meg az eseményt, hogy látott engem eljönni a parkolóba, elég közel van a parkoló a teremhez, végig üveg van, tehát bentről ki lehet látni, de kívülről nem lehet belátni. És azt látta, hogy jövök, meg megyek. Aztán, hogy ő ezt hogy értelmezte, vagy mit, teljesen logikátlan egyébként, amiket ezek után csinált. Ilyenkor mi a szabály? Mit kell tennie adott esetben a sportolónak, illetve az ellenőrnek? Az ellenőrnek ebben az esetben, hogyha meglátja azt a sportolót, akit neki tesztelnie kell, azonnal oda kell hozzá menni, meg kell mutatni az igazolványát, meg kell mutatni, tehát saját magát azonosítania kell. Utána meg kell neki mutatni a megrendelő levelet, tehát hogy mi alapján kinek a megbízásából jár el, valamint elé kell rakni a sportolónak egy ilyen úgynevezett kijelölő nyilatkozatot, ki kell jelölni a vizsgát, fel kell szólítani a írásban, hogy már pedig ő vizsgálatra lett kijelölve, és akkor onnantól kezdve, hogy a sportoló ezt aláírja, utána igazolnia kell a magát a sportolónak is, hogy ez ténylegesen ő, a doping ellenőrnek rá kell tapadni. Ez az egész doping ellenőri állítás, ez ma ott sántít, hogy semmit nem tett meg annak érdekében, hogy engem leteszteljen. Tehát én valakit le akarok tesztelni, megyek utána, van egy telefonszám, non-stop elérhető vagyok rajta, föl kell hívni, ha nem veszem föl, vagy nem vagyok elérhető, van egy kontaktember, akkor őt kell hívni, ha ő sem elérhető, akkor főtitkárt kell hívni, oda kell menni arra a helyre, ami egyébként megvan adva, vagy végig kell járni azt a 2-3 helyet, ami megvan adva, föl kell kutatni, utána kell menni. Ezért lenne doping ellen, ezért fizetnek neki egy halom pénzt a Nemzetközi Atlétikai Szövetségnek. Nem azt, hogy látom ott elmenni, és akkor írok 2 mondatot, hogy jó, valójában akartam tesztelni, de hát nem tudtam. És nincs jelentősége annak, hogy mondjuk ebben az esetben is 4 nap alatt 3 tesztem volt. Hát mutasson már valaki egy olyan anyagot, ami ennyi idő alatt kiürül. Ugyanis láttam a doping vizsgálati jegyzőkönyvet is, ahol a Nemzetközi Atlétikai Szövetség egy olyan vizsgálatot kért, hogy mindenre kiterjedően. És mindent megnéztek, a vérből és vizeletből is. Tehát itt nincs ilyen, hogy 10 óra alatt kiürült bárki, vagy ilyesmi. Az összes vizsgálat, ami eddig 16 éve történt vele, mind negatív volt. Fogalmam sincs, hogy miért tiltottak el egyről, annyit tudok, hogy eltiltottak. Indoklásról nem tudok nyilatkozni, mert nem kaptam meg. Egyébként az ítélet önmagában is ellentmondásos, mert azt mondja ki, hogy én 2011-ben egy dopingvédséget követtem el, viszont most a dopingvédség azért feltételez egy dopingolást. És a dopingolással vagy csalással szerzett eredmények valamennyiét pedig megtarthatom. Tehát senki nem vette el tőlem akár
a Diamond League-ben szerzett eredményeket, vagy akár az Európa-bajnoki érmet, vagy egy magyar bajnoki cím, semmit. Tehát, hogyha én azt mondom, amire egyébként szerintem még nem volt példa eddig a sporttörténelemben, hogy valakit így visszamenőleg valahogy rábizonyították, vagy úgy gondolták, hogy eltiltunk, de az összes eredményt egyébként megtarthatja. Tehát ez alapvetően a döntés is ellentmondásos. 2 éves eltiltás, ami után nem lehet fellebezni, hiszen ez egy végleges döntés, legalábbis a sportdöntőbíróság részéről. Egyáltalán milyen jogi lehetőséged van még, vagy lesz-e? Egyrészt fogalmam sincs, másrészt a Magyar Atlétikai Szövetség úgy tudom, hogy mindent megpróbál annak érdekével megtenni, hogy valamilyen módon tudja ezt a ítéletet hatályon kívül helyezni, bár most még igazából azt se tudjuk, hogy mit kell hatályon kívül helyeztetni, vagy újra tárgyaltatni, esetleg a Nemzetközi Atlétikai Szövetség saját hatáskörében tudja mérsékelni a büntetést. Ha nincs lehetőség a 2 éves eltiltás megváltoztatására vagy eltörlésére, mindez nagy valószínűséggel Kővágó Zoltán sportpályafutásának végét jelenti.